Sziasztok! Ma kínai tésztát csinálunk csirkemellel. A részvevők csirkemell, 2 darab, olaj, hagyma, fokhagyma, borsó, delikát, tészta, kínai vegyes zöldség és szójaszósz. A csirkemellet megmossuk, a csíkokra vagy kockára vágjuk, ki hogyan szereti. Elővesszük a rúgunkat, ha nincs, akkor jó, ha lesz egy nagyobb edény is, amiből a pörköket szoktátok készíteni. Kevés olajt öntünk az edényünkben, vagy felforrósítjuk, utána belerakjuk a csíkokra vagy kockára vágott húsunkat, és megpirítjuk. Ha már kezd pirulni, ízlés szerint fűszerezzük, só, delikát, bors. Ha megpirult a hús, akkor kirakjuk egy tálba, majd visszahelyezzük az edényünket a tűzhelyre. Majd megint olajat teszünk az edényünkbe, és belerakjuk a tésztánkat, majd megpirítjuk ezt is. Én a Tesco-ból vettem ezt a tésztát, ha nem kaptok ilyet a boltból, akkor spagettivel is csinálhatjátok, vagy saját magatok is készíthetitek. De az időigényes, de ha van időtök és energiátok, akkor hajrá! Ha megpirult, akkor ezt is kiszedjük egy tányérra, és visszahelyezzük megint az edényünket a tűzhelyre. Megint olajat teszünk az edényünkbe, belerakjuk a karikára vágott hagymát. Majd megpirítjuk üvegesre. Ha kevés lett az olaj, akkor még adhatunk hozzá. Ha megpirult a hagyma, akkor hozzáadjuk a kínai vegyes zöldséget. Ha ezt se kaptak a boltban, akkor sárgalépát, vitamin paprikát, villakáposztát, fejes káposztát szeleteljetek fel, és ezeket pirítsátok meg.
félig megpirult, akkor hozzáadhatjuk a fokhagymákat. Ha megpirult, akkor hozzáadjuk a megpirult csirkemellet és a tésztát, és tovább pirítjuk, majd hozzáadjuk a szójaszószt, úgy, hogy a tésztára kerüljön, szép barna legyen, majd tovább pirítjuk 2-3 percig. Ha kész, lehet tálalni. Jó étvágyat! Egy csomag kínai tészta, egy csomag kínai zöldség és 2 darab csirkemell 2 evésre vagy 2 főre elegendő. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnézted. Sziasztok!